Jó reggelt! A mai videóban Barcelonába viszlek el titeket, hogyha velem tartotok. Rávettük a főnököt egy kis csapatépítő tréningre, úgyhogy most ő visz el minket egy kis városnézésre. Hát nem lesz egy teljesen hagyományos túra, ugyanis a Sagrada Familiába sajnos nem jutunk be, mert túl későn vettem jegyet. Viszont természetesen meg fogunk nézni egy-két nevezetességet, illetve vele ott. Szóval vele ott megeszünk mindent a piacon. Osztrigákat, gyümölcsöt, húsokat, mindent nagyon jó lesz. Plusz valószínűleg kifekszünk a strandra, és utolsó nap pedig elnézünk az akváriumba. Remélem ez is egy izgalmas videó lesz, tartsatok velem, vágjunk is bele! Meg is érkeztünk Barcelonába. Itt van a kis Csipet csapat csapatépítő tréningen. A repülőút egyébként 2 óra 20 perc volt, nagyon gyorsan ideértünk, hál' Istennek nem volt semmi turbulencia, úgyhogy tök jó volt minden. Rögtön, ahogy kijöttünk a termináról, ott van egy ilyen turisztikai bódé, ott lehet jegyet venni, egy 72 órás jegyet vettünk, ami jó a metróra, buszokra, villamosokra, és 10.000 forintba került, úgyhogy azzal is jöttünk be egyébként a reptérről, egy vonattal fél óra alatt jutottunk ide a szállodához. Innen az lesz a tervünk, a szállodát természetesen bemutatom, ahogy szoktam, egy nagyon szép és 4 csillagos szállodába fogunk lakni, ahol van medence, wellness rész, szóval tényleg gyönyörű. Innen nincsen program, mert ugye hát amikor általában egyedül megyek, akkor ugye én állítom össze a programot, de most azért 7 emberhez kell alkalmazkodni. Plusz a góréhoz. Megmondom őszintén, nagyon nagy szerencsénk volt, mert megengedték, hogy elfoglaljuk a szobákat. Igaz, a 4 szobából csak 2-t foglalhattunk el, de hát legalább így mindenki el tud öltözni, meg fel tud egy kicsit frissülni. Szóval ez a szálloda a Katalónia szállodalásznak a La Maquinista nevű szállodája. Ez egy 4 csillagos szálloda. Hát nem azt mondom, hogy a leggyönyörűbb helyen van, nézzétek, ez itt a kilátás. Viszont tényleg a szobák szép tiszták, az ágy az egészen elképesztően hatalmas. Ez biztos nem adja vissza, de hát ez alsó hangon szerintem ez egy, nem tudom, 180-as vagy 2 méter széles ágy. Tényleg hatalmas, nagyon jól néz ki. A szoba egyébként gyönyörű, szép, tiszta, hát mint amit egy 4 csillagos szállodától el lehet várni. A berendezés teljesen egyszerű, letisztult, úgyhogy nekem eddig nagyon tetszik. Megnézem a fürdőszobát is. Egy szép nagy kád, WC, bidé. A szoba ára 100.000 forint 2 éjszakára, amiben benne van a bőséges és változatos reggeli, viszont a wellness használat nincs. Közlekedésileg egyébként tökéletes helyen van, itt áll meg közvetlenül mellettünk a busz, ami bevisz a belvárosba, úgyhogy tökéletes. Most átöltözünk, és kiderült végül is, hogy mi lesz a program, innen a piacra megyünk, amit nagyon-nagyon fel fogom mindent zabálni, imádom az ilyeneket, ahogy már megszokhattátok tőlem, főleg kajálással telnek ezek az első pár percek. Osztrigát fogunk enni, gyümölcssalátákat, édességeket, mindent megmutatok a piacon, mert az nagyon-nagyon jól néz ki az a piac, úgyhogy gyerünk! Megérkeztünk a Márkád del Bucariára. Ahogy ígértem is, az első dolgunk, rögtön az első standon ettünk
egy ilyen gyümölcsokket. 3,50 € kerül. Nagyon finom, tele friss gyümölcsökkel. És persze egészen más az íze, mint otthon. Nagyon-nagyon ízletes, zamatos, intenzív íze. Nagyon finom. Erre vártam igazából, finom, friss osztriga, 4 darab 10 euró volt, szóval 1000 forint darabja, de hát ez valami csodálatosan finom, még élnek amúgy, teljesen friss, úgyhogy hát ezt most megkóstoljuk. Igazából Katániában ettem először osztrigát, és nagyon jó volt. Na Zoe? Félnem kell? Nem. Zoe? Kezdjél a kisebbel, az a biztos. Van még egy nagy, meg egy kicsi. Igen. Nem merem. Első osztriga, vélemény? Nem rossz. Te meg lehet kóstolni. Istenem! Finom! Na, a következő dolog, amit megkóstolunk, az baby polip sült krumplival. Hajrá! Melyik a polip? Hát ez. Az. Vigyázz, mert rohadt forró. Nem baj, az nekem. De amúgy jó. Az finom. Hát nézzek, milyen szerencsétlen. Na, még egyszer. Próbáld úgy elvenni, hogy ne essen ki. Érdekes. De jó. Ki citromot elbírna? Hagyhattunk volna az osztrigával. Ja. Kellett volna begyakorni a srácnában az igazi rá. Ez a piac. Az ilyenek, tehát mint én, az körülbelül Mennyország. Finom, friss tengeri herkentjük, nagyon jó elkészítve, teljesen jó áron. Ez 6 euró volt egyébként, hogy szerintem borzasztó finom. Megyünk tovább. Na, rosszul lét lesz a vége, rosszul lét. Az a jó, hogy a többi az vegyes. Te rajta lehetsz? Na. Lányok rámentek a füstölt csonkára. Amúgy ez 3 euróba kerül. Én is megkóstoltam, de, és fantasztikusan jó. Tengeri herkentjükre a sonka pont jó, teljesen ideális. Borzasztó finom, intenzív íze van, nagyon sok. Isteni! Thank you.
Thank you. Ez ananász kókusz ital. Na, ezzel speciál mellé nyúltam. Nem jó. Két euró volt. Amúgy nem rossz, de jónak se jó. Hamon Serrano sonkás tacót eszünk. 10 euróba kerül egyébként két darab. Gond nélkül megérte a 10 eurót, gond nélkül. Na? Itt minden nagyon finom, tényleg. Amit eddig megkóstoltunk, minden nagyon finom. Kivéve az ananász kókusztelet. Na, az nem érte meg. Itt a kókusztal van a baj. A kókusszal van a baj, de mindegy, az mindenképp rossz volt. Ez nem veri semmi. Finom, friss osztigát. Igen. Na, ez az a hely, ahol mindenképp el kell jönni, mindenképpen. Ennyi fért a mai epizódba, a következő részben innen folytatom. Végig sétálunk a La Ramblán egészen a Plaza de Catalunyáig, bemutatom a szálloda éttermében a reggelit, elmegyünk az akváriumba, ami egyébként egy hatalmas élmény és gyönyörű szép, a kikötőben megmutatom nektek Bill Gates jachtját, ezután kifekszünk a strandra egy picit henyélni, meglátogatjuk a Sagrada Familiát és egyéb nevezetességeket, valamint természetesen folytatjuk gasztrotúránkat is. Tartsatok velem akkor is, sziasztok!